Bár a koronavírus járvány kapcsán bevezetett korlátozások miatt a pedagógiai szakszolgálatnál sem vizsgálhattak gyerekeket, az élet nem állt meg, a munkatársak folyamatosan dolgoztak online. A kollégák akár gyógypedagógusok, akár pszichológusok, fejlesztőpedagógusok, gyógytestnevelő tanárok mindannyian home office-ban voltak, azaz otthonukból a saját gépeiken küldték a fejlesztő anyagokat a gyerekeknek, és várták vissza a gyerekek szüleitől a gyakorlás utáni eredményeket. Ezek ismeretében küldték az újabb fejlesztő csomagokat a családok számára. Pszichés gondozás is zajlott videócset segítségével. Az ismeretlen helyzetben nagy szakmai sikerként élték meg a munkatársak, az újfajta és kényszerszülte, ugyanakkor hatékony foglalkozásokat, tette hozzá a főigazgató. A karantén időszak arra is alkalmat adott, hogy a pedagógiai szakszolgálat székhelyének falait dekorálják, ezeket az ábrákat maguk a munkatársak készítették. Az akár 30 szülő és gyermek várakozására kialakított tér így gyermekbarátabb lett, kellemesebbé téve a vizsgálatra várakozás időszakát. Ezek a székek ugyanis hamarosan fejlesztésre várókkal telnek meg. Június 2-án teljes kapacitással indul a pedagógiai szakszolgálati tevékenység, azaz egy hetünk van még a home office-ban, online tevékenységben, és azt követően június 2-ától indulnak a logopédusok ki az óvodákba, kezdődnek a szűrések, indul a korai fejlesztés az intézményeinkben, betartva természetesen a higiénis követelményeket, fertőtlenítőszerekkel ellátva jó alaposan az intézményeket, illetve szájmaszkokkal meg kezdjük el a kollégákat. A személyes találkozások alkalmával azt is hatékonyan fel tudják mérni, hogy mennyit fejlődtek a gyerekek otthon, szüleik és az online instrukciók segítségével.